A humanitárius programok népszerűsítése mellett egy 12 órás alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyamot is tartanak az érdeklődőknek, akik a vízimentőktől a fürdőzési szabályokról is hallhatnak. A tábornak a megszervezése számunkra azért fontos, hogy a községbeli gyerekeinknek érzékeltessük azt, hogy milyen fontos, hogy észrevegyük a bajba jutott embert, és hogy annak segíteni tudjuk. A gyerekek elkezdik megismerni a Vöröskereszt alapításának történetét Henri Dunannal. Azt az eszmét és azt a lendületet, hogy segíteni a legnagyobb bajban a leginkább rászoruló embernek. Az oktatók játékos módon magyarázzák el a gyermekeknek az életmentő cselekedeteket, hogy könnyebben megértsék azokat. Vannak visszatérő résztvevői a tábornak, és mint mondják, mindig jó emlékekkel távoznak, de akad köztük olyan is, aki már nyújtott első segélyt. Eddig megtanultuk a himnuszt, a Vöröskereszt himnuszt, a hét alapelvet, egyetemesség, tisztelet. Nem a személyiségről ítélünk meg embereket, akin segíteni kell, testvériség. Segíteni csak otthon kellett, anyukám megégette a kezét. 10 percig folyóvízzel áraktuk a kezét, majd pedig óvatosan ráraktam a sterilgészt, nem nyomtam meg a kezét, és egy háromszögkendővel bekötöttem. Most pedig indultunk az elsősegés nyújtás alapjaival, és akkor ezek a napokban, hát úgy próbálunk, hogy mindenki a legfontosabbakat elsajátítsa, mert ez minden nap ugye szükséges, és a gyerekek ezt meg tudják tanulni. Azon kívül lesznek még más témánk, tehát az emberkereskedelemmel, az önkéntes véradással, tehát még több minden más dologgal is foglalkozunk, amivel a Vörös Kereszt ugye dolgozik. A tábor szervezői változatos programokat állítottak össze a gyermekek számára, amelyek során lehetőségük lesz megismerni a helyi Vöröskereszt tevékenységét.